Sziasztok mindenkit, üdvözlök! Most a DDR4-es RAM-okról készítettem egy videót. Ugye elég nagy probléma van a piacon, hogyha RAM-ot szeretnénk vásárolni, hiszen már jó ideje nagyon megemelkedett az árazásuk. Tehát a konfig jó részét a RAM modulok fogják elvinni. Az is súlyosbítja a helyzetet, hogy ma már azért nem sokan veszünk DDR3 konfigot. Annak idején 8 GB RAM mennyiség meg volt olyan bő 20 000 forintból, manapság viszont már erősen ajánlott DDR4-es konfigokat építeni, hiszen már 2015 óta jelen van a piacon. És még régen 8 GB RAM-ra kicsivel 20 000 forint fölött be tudtunk ruházni, addig most DDR4 alatt inkább 30 000 forint fölött tudunk beruházni 8 GB RAM-ra. Ugye azért mérföldkő a 8 GB RAM, mert ez az a mennyiség, ami már kell a játékokhoz, és kiismerül abban, hogy nagyjából elégséges is, 16 GB-nak nem feltétlenül van még előnye, tehát nem fog jobban menni a játék, viszont ha átcsúszunk 8 GB-ra alá, akkor nagyon brutális lagokat fogunk tapasztalni bizonyos játékokba. Tehát ez a 8 GB ez olyan, hogy vagy megvan, vagy nincs, ha nincs, akkor katasztrófa, ha megvan, akkor az sem fog számítani, hogyha éppen dupla annyi mennyiség van belőle. Ami nagyon szomorú, hogy nem is csak az új áraknál nagyon drágák a RAM-ok, hanem a használt piacon is. Szétnéztem és azt láttam, hogy gyakorlatilag vagy majdnem, hogy bolti áron, vagy ilyen 1-2-3 ezer forinttal alatta lehet megvásárolni a használt RAM-okat, és akkor már azt mondja az ember, hogy inkább vegye meg újonnan. Tehát nem ritka, hogy mondjuk 2x4 GB RAM modulért már ilyen 40-45 ezer forintokat is ki kellene fizetni, vagy esetleg 16 GB RAM-ért egészen könnyen lehet már 70-80 ezer forintot kidobni az ablakon. Így lehetőségekhez képest most összeszedtem azokat a jó ajánlatokat, minőségi RAM-okat, amiket jelenleg, ha RAM vásárlásra szorulunk, akkor érdemes lehet fontolóra venni. Legelőször is egy 3000 MHz-es Corsair RAM-ot ajánlnék, 2x8 GB-osat, ami 61 000 forinttól kezdődik. Tehát az a szomorú helyzet, hogy jelenleg a piac nem feltétlenül tesz különbséget 2133 MHz-es és 3000 MHz-es RAM-ok között árban, teljesítményben viszont az az igazság, hogy lényeges különbség van. Például 4x4 GB-os kiszerelés, ez már rosszabbnak számít, hiszen csak 2133 MHz, és ez is 60 ezer forint környékén indul, tehát egy ezres a differencia 3000 MHz és a 2133 között. Lényegében kiszerelés tekintetében, ha megvan a 4 memória foglalat, talán a 2x8 még előnyösebb is, hiszen ha később még bővítenénk, nem játékgépre gondolok, hanem munkához való gépnél, ahol sosem elég a RAM, akkor előnyösebb. Ha csak kifejezetten gamer gép kell, akkor még egy jó darabig elég a 16 GB, úgyhogy erre is megéri beruházni. Egyébként, ha olyan az alaplapunk, hogy nem támogat ennél magasabb DDR4-es RAM órajelet, akkor valószínű inkább ezt éri meg megvenni. Viszont egy másik Corsair RAM modell alatt, ugye nem kék, hanem fekete színű, szintén 2133 MHz alatt, 53 ezer forintért is tudunk találni azért RAM-ot. Ez jobban megéri egyértelműen, teljesítménybeli különbség nincsen. Ugye fontosak most a 2400 MHz-es RAM-ok is, hiszen mint AMD oldalon is támogatják az alaplapok, mint pedig Intel oldalon is már az újabb alaplapok már támogatják a 2400 MHz-et is, így ajánlatos ezekhez a lapokhoz már 2400 MHz-es RAM-okat választani, és 30 000 forint környékén jó választás lehet a Patriot 2400 MHz-es RAM kit, egészen jó árban van. Ha high-end gamer PC-t építünk, egyértelmű a tuningos lap, ami már támogatni fogja a 3200 MHz-et is. G-skill alatt jelenleg ez a modell a legkifizetődőbb nekünk, hiszen brutális teljesítményt kapunk és nem komolyabb áron, mint az alacsonyabb órajelű RAM-oknál. Egy időben a Kingston volt a RAM-ok best bújja, tehát nagyon jó árérték arányú RAM-jai voltak.
azonban inkább már rácsúsztak a drágább kategóriába, mi láthatjuk, hogy Kingston 8 GB 2x4-es kiszerelésben 2133 MHz, és már majdnem 34 ezer forintnál indul, tehát a többi 8 GB RAM ajánlat mellett nem kifejezetten ezt tanácsolnám, hiszen nem tud jobbat, csak drágábban kapható. Hogy ugyanúgy az egyszer 8 GB kiszerelés, ugye ez akkor éri meg, hogyha olyan lapot választunk, amiben csak 2 darab memória foglalat van. Egyelőre elég a 8 GB, később lehet bővíteni 16-ra, ugyanolyan modul választásával. Viszont látjuk, hogy ez is 30 ezer forinttól kezdődik. Tehát ebből veszünk kettőt, 16 GB RAM-hoz ugyanúgy 60 ezer forintnál leszünk, mint például a Gapon Skill alatt a 3200 MHz-es RAM-okkal. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!